Folyamatosan nagy a forgalom ennél a Diák Szövetkezetnél és munkaerő közvetítő cégnél itt Nyíregyházán, de már csak regisztrációt tudnak elfogadni a melódiák beléptetni, már nem tudja az új érdeklődőket, mert jelenleg is a náluk regisztrált 700 diák 90%-a dolgozik valahol szezonálisan. Ők 16 és 18 év felettiek. Csak érvényes diákigazolvánnyal és eredeti példányú iskolalátogatási igazolással lehet regisztrálni, majd munkát vállalni. A cégeknél egyre több diák dolgozik, az egyrészt egyre súlyosbodó munkaerőhiány miatt, másrészt egyes helyeken a nyári szabadságolások ideje alatt vesznek fel több diák munkást. A cégek megkeresnek bennünket a nyári szabadságolás idején egyre többen, pont azért, hogy saját dolgozóikat, szabadságot ki tudják adni, ők is el tudjanak menni nyáron nyaralni, diák munkával helyettesítik. Vannak olyan feladatok, folyamatok a termelésben, amit diákok is el tudnak végezni, és ilyenkor keresnek meg bennünket, hogy tudunk-e nekik ebben segíteni, természetesen tudunk. Az idegenforgalomban már nyitás előtt keresik a diákmunkásokat. Nyíregyházán is, a vendéglátóhelyeken, a strandok, büfék, de például az állatkórházban is dolgozhatnak. A törvény előírja, hogy minimum 733 forint bruttó órabért kell adniuk a foglalkoztatóknak diákmunkáért, amiből adózás után 623 forint marad a diáknál, de akár 1000-1500 forintos bruttó órabért is kaphatnak a szezonális munkavégzés ideje alatt. A munkaviszony létrejöttét be kell jelenteni az adóhatósághoz, ragaszkodni kell az írásos munkaszerződéshez, a szerzett jövedelem pedig adóköteles. A diákmunka is adóköteles jövedelem, ebből a szempontból nincs különbség a rendes munkavállalás, illetve a diákmunka között. Ezt is 15%-os személyjövedelem adó terheli, amit a munkaadó von le a bérből, a bruttó bérből. Természetesen ezt meg is kell fizetni a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé, és ezt ellenőrizzük is. A diákmunkával kapcsolatos foglalkoztatásnál egyébként ellenőrizzük még azt is, hogy a diákokat szabályszerűen jelentik-e be a munkaadók, illetve szabályszerűen foglalkoztatják-e, valamint a minimálbért megkapják-e a napi 8 órás munkavégzésükért. A diákok egyszerűsített foglalkoztatásban is dolgozhatnak, ehhez nem kötelező az írásba foglalt szerződés. Fontos, hogy a diákok 16 éves kortól csak szülői engedéllyel dolgozhatnak a szünidőben.